Takács Istvánné nagyon büszke helytörténetkutatóként arra, hogy a gyökerei egészen a 18. század közepéig nyúlnak vissza ezen a vidéken. Elmondható, hogy tőzsgyökeres dombovári, és talán a legmegfelelőbb személy arra, hogy Dombovár városa avatásának 50. évfordulója alkalmából felidézze személyes élményein, tapasztalatain keresztül a város múltját. Anyai őseim már akkor megtelepedtek ezen a szép dunántúli tájon, aztán az apai elődeim is hamar otthonra találtak ezen a vidéken, és meg tudom mutatni a dombovári temetőben mind a 4 dédszülőpáromnak, azaz 8 dédszülőmnek a sírját, amit szorgosan ma is gondozgathatok. Tehát, hogy nem csak azért szeretem a város, mert a szülővárosom, mert ez egy viszonyítási pont nekem az életemben, de szinte az egyetemi évek kivételével minden napját itt töltöttem. A dombovári I.S. Gyula gimnázium egykori orosz történelem szakos pedagógusa, helytörténész, 2006-ban vonult nyugdíjba. Nagymamája és édesanyja régi történeteit hallgatva fordult a történelem felé, és vitte tanítványait is a múlt minél alaposabb megismerésének irányába. Én olyan meséket hallottam annak idején, az 50-es évek elején tőlük, amely nem Csipke Rózsikáról szólt, hanem olyan történeteket hallottam, amelyek megtörténtek itt Dombóváron, a közelünkben, a környezetünkben, és alig várták, hogy alkalom legyen arra, hogy most elmesélhessék nekem. És olyan izgatott állapotban hallgattam mindig ezeket, és akkor tettem fel a kérdéseket, továbbiakat, még meséljél erről is, nagymama vagy édesanyja. Tehát ezek a mesélő esték, ezek biztos, hogy befolyásolták azt, hogy nagyon figyeltem arra már fiatalon, gyerekkoromban, hogy mi volt régen. Általában az emberek úgy 50 után szoktak visszafordulni a múlt felé, mert addig azért a jelen, meg a holnap sokkal izgalmasabb és érdekesebb. De hát én, mint hogyha már akkor nagyon vágytam arra, hogy meséljenek a régiekről. Aztán palaszgazda volt édesapám, tehát föld tulajdonosok voltunk, és ez háború utáni időkben sajnos nagyon sok kellemetlenséggel, kínnal, fájdalommal járt együtt. Apám csodálatosan értett az állatokhoz, a földhöz, de talán ő volt az utolsó mohikán itt Dombóváron, és az ő generációja velük tulajdonképpen kihalt a paraszt életforma Dombóváron. Édesanyám, hát ő maga volt a 20. század. Átélt 2 világháborút, 3 forradalmat, legalább 4 rendszerváltást. Hosszú szép élete volt. Ennek folytán az állandóság, a dombóvári tartózkodásom, létem mindig erősítették ezeket a régi emlékeket. Mindig csak gyűltek, szaporodtak. És akkor egyszer eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy ezeket le kellene írni. És akkor így születtek a helytörténeti munkáim. A rendszerváltás utáni években, évtizedekben, a 90-es évek elejétől. 1970. április 1-én kapott városi rangot Tolna megyében Dombovár. A megyében a második város lett Szekszárd után. A várossá válás folyamata évtizedekre nyúlik vissza. 1870-ben már elindul a vasúti vonalak kiépítésének előkészületei, amely egy teljesen új irányt ad Dombovárnak. Közlekedési központtá válik. 1946 egyesül a két városrész, Dombovár és Új Dombovár. 1969. decemberében a kórház ünnepélyes átadására kerül sor, és egészségügyi központtá válik a település. Azt a bizonyos 1970-es esztendőt, annak is április 1-i napját, nem csak akkor, hanem azóta is mélyen véste az ember dombóváriként az emlékezetébe. Akkor az a cím elnyerése egy elismerést jelentett Dombovárnak, tehát rettenetesen büszkék voltunk, mert valaminek az érdeméjül kaptuk, az eddigi teljesítményeink érdeméjül kaptuk, elismeréseképpen kaptuk ezt a kitüntető címet. Ünnepi tanácsülés volt.
amelynek keretében az akkori államfő, a népköztársaság elnöki tanácsának elnöke Losonczy Pál átnyújtotta az akkori tanácselnöknek, Vaszkó Szilveszternek azt a bizonyos oklevelet, amelynek a másolatát itt a múzeumunkban őrizzük. És nem is akármilyen helyen, ahol ez történt, ez az ünnepélyes tanácsülés, ez egy kultúrterem, egy szakközépiskolai kultúrterem volt, amelynek komoly üzenete is van, hiszen ez a háború előtt, illetve az államosítás előtt pontosan a Szent Ursula rend kápolnája volt. De hát egészen más volt a millió, ahogyan képeket láttunk róla, piros és kék nyakkendős fiatalok álltak surfalat az ünnepséget, viszont a televízió nem közvetített semmit. Pedig tudtuk, hogy Kisvárda is, meg Százhalombatta is ugyanekkor lett város. Na majd holnap. A másik nap, az április 2-án a televízió csak azt mutatta, hogy átadták a kelet-nyugati budapesti metróvonal első szakaszát. Erről nagyon sok riport. Mi nem voltunk benne. Április 3-a. Brezsnyev elvtárs Budapestre látogatott, hiszen április 4-e a felszabadulásnak nevezett esemény 25. évfordulója, éppen 1970-ben. És akkor sem, még napokig nem kerültünk igazán szóba. De hogy akkor mi hogyan éltük ezeket a híreket meg, tehát nem csalódással igazán, mindannyiunk közös vágya, óhaja. Ez már 100 éves óhaj, hadd mondjam őszintén. Amikor elvették tőlünk a mezővárosi rangot, nem tőlünk vették át el, megszüntették a város mezővárosi jogállást 1871-ben. De mi, az itt lakók mindig városnak nevezték a kis településüket. Soha nem írták le, vagy nagyon ritkán ejtették ki azt, hogy nagy község vagyunk. Mi a kis városunk. Tehát úgy éltük meg, hogy visszakaptuk 1970-ben a városi rangot. Nagyon egyszerű volt akkoriban az élet. Nem volt mobiltelefon, sőt vezetékes telefon sem. A diákok gyalog jártak iskolába, nem volt Excel tábla, internet és motivációs tréning sem. Tanítottam már középiskolában, és úgy előttem van az, hogy köppenyben ültünk a padban. Ültek a fiatalok a padban, nekem fehér köpenyem volt, nekik sötét kék, ilyen nájlom köpenyecske. Nem szívesen használták, tudtuk, hiszen én is nem korábban, sokkal korábban fejeztem be az a középiskolai tanulmányaimat Dombóváron, és ismertem ezt. Aztán ebben az időben azért már van orkánkabát. Nagyon nehezen lehetett beszerezni, az a nájlon suhogós orkánkabát. Farmer nadrág, hát elájultunk egy farmer nadrágtól, az első farmer nadrágok abban az időben, trapéz farmer nadrágot viseltek a fiúk, nagyon büszkén. Metró, Illésék, aztán Led Zeppelin, hát a Beatlesekért teljesen oda voltunk, de hát azt nem lehetett hallgatni nagyon. Hát a Komjátinak, a Csak fiataloknak, hát azt hallgattuk persze, ott üldögéltünk. Délután, vasárnap délutánonként a rádió mellett. Tehát így emlékszem, a fiataloknak a szórakozási lehetőségére vonatkozóan csak az él bennem nagyon először is, hogy a iskolai házirend szigorúan megtiltotta. Este 8 óra után a fiatal egyedül szülő nélkül nem tartózkodhat az utcán, nyilvános helyen nem jelenhet meg. Tehát nekünk a mozi volt az igazán nagy szórakozási lehetőségünk. Aztán természetesen mindig történtek olyanok, hogy a kis kocsmák zugaiban a fiatalok csak-csak, de hát bűnnek számított, illetve büntetés járt érte, hogyha a fiú és a leány kézenfogva járt annak idején az utcán. Az első 10 év a város életében aranykornak számított, amely az életszínvonal növekedését is jelentette. Az emberek a megtakarított pénzüket lakás építésére vagy vásárlására fordították. Dombóváron 10 év alatt több mint 10 000 lakás épült. Olyan új típusú nehéz és könnyűipari gyáregységek jelentek meg, amelyek teljes foglalkoztatottságot biztosítottak a városban. Ez a politikai társadalmi rendszer egy nagyon-nagyon felülről vezérelt
fejlesztési politikát jelentett. Tehát az, hogy Dombóvár város lett, ez nem csak a vasutas város jellegének és központnak köszönhető. Mindig gazdasági, oktatási, egészségügyi központ is volt ez a kis Dombóvár. Na most 1970-et követően ez a jelleg ipari központként is megjelent. Olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak itt. Tehát csavaripari gyár, lángépgyár, mosonmagyaróvári kötöttáru gyár, könnyűiparból a Pátria nyomda például. Annak idején a városi rang elnyerése az tulajdonképpen járt valamivel, magasabb források érkeztek, nagyobb anyagi források érkeztek egy városhoz, és ennek következtében épülhettek a házak, lakóházak, a tömbházak, a városias kép Dombóváron, üzemekgyárak. Gunaras megépítéséhez nem kapott a város központi forrást, hanem téglajegyekkel, társadalmi munkával, az állami vállalatok és a tanács hozzájárulásával jöhetett létre. Gunaras az az egyetlen pont és egyetlen büszkeségünk ebből a szempontból, amelyhez nem kellett központi állami támogatás, amelyet egy akkori tanácselnökünk, az akkori tanácselnökünk Vidóczi László teljesen helyi erővel és energiával valósította meg. Tehát az az összefogás, amely akkor teremtődött itt a dombováriak között, az úgy tudom, és legalábbis úgy is publikálták, országos hírű volt a helyi összefogás példájaként, szokták emlegetni. A rendszerváltással új időszámítás kezdődik Dombóvár életében is. Visszakaptuk az önkormányzati státuszunkat, amit a tanácsi rendszerben elvettek tőlünk. És valóban kitalálhatta magát Dombóvár, hogy mi akar lenni. Hogy mit akar fejleszteni? Nehéz ipar, könnyű ipar, amit eddig úgymond diktátumként akár megkaphattunk? Vagy pedig nekünk vannak saját ötleteink? Tehát biztos, hogy nagyon nehéz volt az első időszak. Tehát, hogy mire van kedvünk, lehetőségünk, adottságunk, humántőkénk, pénzünk? Hogyan tudunk megfelelni? Tehát ennek a rendszerváltásnak, mert a politikai változás az könnyen végbe ment, de amit a gazdaságban itt hagyott a szocializmus, azaz nagyon súlyos teher volt. Tehát ebből, és most az állam visszavonul, 1948-ban belépett az állam a gazdaságba, és államosított. Most a rendszerváltással kivonul, ez megint csak nehézségeket, égető problémákat fog fölvetni. Mert hogy mi lett a nagy lángépgyárból, mi lett a nagy csavaripari gyárból? Tehát a sejtek itt maradtak kisvállalkozási szinten. Dombóváron külföldi beruházók nagyon nem telepedtek meg, a Fiszmanon és a Pasán kívül igazán nem voltak. Takács Istvánné 1984 alapítója, a ma is működő Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesületnek. A szervezet aktív tagjaként felelősen gondolkodva végzi munkáját, igazi lokálpatriótaként vélekedik a város fejlődéséről. Mert akkor lehet egy vállalat vagy egy város sikeres, hogyha tudja élénkíteni a gazdaságát, ennek révén tudja a bevételeit növelni. Ennél fogva tud a kultúrának, a sportnak mecénása lenni, a jóléti intézkedéseket, az élet minőség javításában tud segíteni. Tehát annyi minden más. Tehát nagyon új időszámítás kezdődött 1990 után. És közös érdekünk valamennyiünknek, hogy ezek sikerrel menjenek előre. Persze soha nincs elegendő pénz. Ahhoz, hogy tiszták legyenek az utcák, hogy virágozzék a park, és így tovább. De a városkép javításában, szépítésében sokkal nagyobb szerepe
is lehetne a lakosságnak, mint ahogy a negyesek gondolják. Tehát akkor tennénk nagyon sokat a városunkért, hogyha vállalnánk ilyen közösségi feladatokat. A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.